Ismét sok szeretettel köszöntjük a nézőket. Már megszokhatták, hogy Pintér Zsuzsával időről időre leülünk beszélgetni. Annak idején úgy neveztük ezt, hogy kapcsolatteremtő gyógyítás, de az orvunkra kopintottak, hogy ezt a nevet nem használhatjuk, mert ez jogilag védett név, úgyhogy átneveztük. Minek is? Hát átneveztük végül is csillagenergiának. Valóban ez nem csak a gyógyításról szól, ez az egész energia, amit úgymond megkaptam, hanem sokkal többről. Már említettem a korábbi riportokban is, hogy ugye a telepatikus képességeket felfokozza, valamint a teremtés, a fizikai megvalósulást szintén. Hát igen kellemetlen volt az számomra, hogy pont egy magyar csoport, aki ugye a Reconnection, angolul ők így nevezik, kapcsolatteremtő gyógyítás egyik vezetője megkeresett, mert hozzájuk ugye berohantak többen, hogy hát ki is ez a Pintér Zsuzsa, és hát hogy képzeli azt, hogy ő elkezd itt tanfolyamokat tartani, embereket felvilágosítani, oktatni, és átadni azt az energiát, azokat a frekvenciákat, amik az ő rajta keresztül jönnek. És hát az igazság... Szerintem ebben a részében nem menjünk bele. Nem menjünk megtörtént. Igazából bele, megtörtént. De gyakorlatilag a legnagyobb probléma az ott kezdődött, hogy tudod, Kábor, én mondtam neked, hogy én rájöttem arra is, hogy nem kell itt személyesen találkozni a betegnek nevezett emberekkel, hanem tökéletesen működik ugye ezt távban is. Természetesen használnak már távgyógyítást mások is, és én arra lettem figyelmes, hogy ki akartam azt próbálni, hogy egyszerre hány ember fogja érezni azt az energiát távban, amit én itthonról közvetíteni fogok. És akkor először ugye megbeszéltem emberekkel, egyel, kettővel, hárommal, négyel, feküdjetek le, ebbe az időpontba kezdek, és utána visszahívtam őket telefonon, hogy éreztétek-e, és mit éreztetek. És elmondták nekem, hogy ugye hát ugyanúgy éreztük Zsuzsi, mintha ott személyesen kezelnél, és akkor egyszer csak úgy döntöttem, meghirdettem a Facebookon, a csoportban, hogy este 6 órakor, 6 óra előtti pár percet kezdtem, egy pénteki nap volt, hogy hát jelentkeztek, hogy 20-25-30 ember, és akkor 6 órát mondtam, hogy 20 perces kezelést fogok nektek adni, illetve küldöm az energiát, és ebben a 20 percben, ugye én nekem ez egy nagyon erős koncentráció egy magamba, fókuszálok a dolgokra. Akkor mit csinálsz? Tehát ülsz egy széken, vagy mit csinálsz ilyenkor? Hát lehet úgy is. De te mit csinálsz? Tehát hogy csináltad? Hát tulajdonképpen ez már melyik gondolati érzelmi szinten is, ahogy elképzelem a dolgokat, és kimondok magamban bizonyos dolgokat. De azért én szeretem a kezemet használni. Tehát ugyanúgy képzeletben? Képzeletben. Tehát nekem van, hogy csak... akkor gondolok, hogy a lábán megy, meg a testén megy, a szívénél, a egyik kezén, másik kezén. És a lényeg az, hogy vége lett a kezelésnek, és ennek a 20 percnek, és utána írtam nekik, hogy, hogy írjátok meg, hogy éreztetek-e valamit. És hát ez a honlapon is rajta van, az emberek elmondták, hogy miket éreztek, el is olvashatják, akit ez érdekel. Szóval ebben az a hatalmas dolog, hogy egyszerre ugye fekszik, mit tudom én, 20 ember, 30 ember, 50 ember, feküdhet akár 500 ember, vagy 5 millió ember is, több ezer, és aki fogékony és befogadó erre, az érzi ezeket az energiákat, és több gyógyulás is született ebben a 20 percben. Tehát ez fantasztikus, hogy ugye rögtön volt kiírta, hogy neki elmúlt a fájdalma, a másiknak olyan, hogy egy évvel ezelőtt fájt a lába, és másnapra egyszerűen megszűnt ez a fájdalom, lement a duzzanat, másnap esküvőre,
a lánya esküdött és magasarkú cipőt nem tudott felvenni már egy éve vagy két éve, és abba végig bírta az esküvőt, szinte döbbenetes, hogy tényleg mi a más, a feje el, a fejfájása elmúlt napok óta, tehát gyógyulások indulnak meg egy időben. Tehát ez energia szempontjából is, ami ugye valahova elmenni egy helyre, ahol ugye fizeted a bérleti díjat, tehát ez anyagilag is, meg mennyivel egyszerűbb az, hogy szépen otthon fekszik, és ugye akkor nem egy ember tudsz egyszerre gyógyítani, vagy kezelni, vagy visszaadni azt az energiaállapotot, ami által neki megszűnnek a panaszai, hanem egy időben több száz embert is, vagy ezres tételeket képes az ember hozzásegíteni az egészségi állapotának a javulásához. Szóval ez egy fantasztikus, óriási dolog. Hát én tudom, hogy tulajdonképpen ez ütötte ki a biztosítékot bizonyos emberek körében. Nem baj, átneveztük, másnak hívjuk. Másnak hívjuk. Attól még van. Ez a gyerek ugyanaz, tehát. Hát tulajdonképpen, Gábor, az igazság, hogy ez egy új, ugye frekvencia minden. Én is, te is. Egy a rezgés. Itt azon múlik minden, hogy az a bizonyos ember mekkora frekvenciát, mekkora rezgést tud magából, tehát az ő személyes rezgésén múlik az, hogy mit tud elérni ezekkel az energiákkal. Érted, jó. Gabi? Mai beszélgetésünknek ugye az egyik fő motivum, hogy te elmondod ezeket a dolgokat, de túl ezen, be fognak kapcsolódni itt a beszélgetésbe Skype-ról, telefonról különböző emberek, akik el fogják mondani azt, hogy mit tapasztaltak. Tehát ugye... Pontosan, mert azért is szerettem volna, hogy erre sor kerüljön, mivel nagyon sokan ezt nem akarják elhívni, hogy lehet az, hogy egyszerre több embert is lehet ilyen módon gyógyítani, illetve hát az egészségét visszaállítani, és hogy ezt valóban érzik egyszerre többen, illetve a másik, ami szintén döbbenetes, ugye, hogy felhívtak engem, de megy nem két ember, akinek kórházban van a férje, gyermeke, hogy Isten Zsuzsi segíts, mert hatalmas problémák vannak, élethalál között van, és szóval így távgyógyítás kapcsán szinte pár napon belül lekerült az oxigénmaszk az úrról, majd fog nyilatkozni a feleségeit rövidesen. Vesetranszplantációja volt, tehát már az orvos meg is mondta, hogy egy hajszáló múlt az élete, nem tudtak vele semmit csinálni, és képzeld el, már másnapra, csak tényleg egy ilyen 10 perces táv, épp hazajöttem, már este 9 óra volt, hát és kétségbeesve hív a hölgy, a feleség, hát természetes, hogy segítettem neki, és hát utána folytatódtak ezek a távkezelések, és hát most már jól van, szinte egy-két hét alatt, tehát akkora hihetetlennek tűnő változás következett be az állapotába, de nem csak neki, hanem többeknek, úgyhogy éppen erről is szeretném, hogy megszólaljanak ezek az emberek, mert úgy gondolom, az az igazán hiteles, mikor az, aki átéli ezeket a dolgokat, ő beszél róla. Az mindig dilemmát okoz ugye az emberekben, legalábbis néhányakban, hogy oké, hogy te adod ezeket az energiákat, hogy közvetíted, de ez az egyik oldal, és hogy a másik oldalon, hogyha neki valami miatt ezt meg kell tapasztalnia, illetve hogyha van egy olyan élethelyzet problémája, amit ő nem old föl, amiből a betegsége adódott, igen, akkor ez a betegség visszatér, vagy nem fog elmúlni. Tehát ezzel kapcsolatban mi a tapasztalás? Hát azért nem tér ez minden esetben vissza. Hát az biztos, hogy most itt a kórházban, miután nagyon jó voltak az eredményei a férfinek, az orvos még ugye először beígérte neki, hogy mehet haza, utána mégis kitalálta, hogy hát még nem mehet haza, lelkileg valóban visszaesett
a férfi, és hát én mondtam, hogy most kitartás meg mindennel, sem nem akar pászolni, tényleg a feleségéhez sem, meg semmit. Tehát az, hogyha lelkileg visszakerülünk egy mély pontra, tehát nem tudjuk megtartani ezt az örömérzést, ezt a magas jó érzéseket, rezgéseket, most talán jó érzés, így ezt mindenki érti, akkor jön az, hogy visszaesünk. Tehát nem tudjuk megtartani azt az energiaszintet. Tehát ezért kell sok esetben, sajnos folyamatosan, aki nem képes ugye ezeket a energiákat, nem képes megőrizni ezt a fajta rezgésszintet, tudod, akkor esik vissza. Uh-huh. Tehát volt már itt olyan hölgy, aki tanfolyam után nagyon jól érezte magát, megkapják ezt a rezgést, nem is tudom azt sem, hogy marad ez így fennmarad náluk egy darabig, de utána jön az a rengeteg negatív energia, újra visszakerül abba az állapotba, ahogy élt eddig, nem foglalkozik vele, csinálja ugyanazt az életvitelét, és valahogy visszakerül újra abba az állapotba. Viszont képzeld el, mondtam neki a következő csoportosnál, hogy na Erzsike, akkor feküdj most le. Te is, 10 percet lefeküdt, képzeld el, másnapra mondja a lányom, most volt a tanfolyamon, Zsuzsi, azt hiszem, hogy újra jól van. Tehát újra megkapta azt a rezgést, nem tudom, újra energiát kap, nem tudom ezt máshogy mondani. Tehát, érted, Gabi? Értem. Tehát újra megkapta általam azt az energiát, és újra jól érezte magát. Tehát érted, hogy jó. Miről van szó. Ugye kétféle emberről beszélünk, vannak, akik csak gyógyulnak, illetve vannak, akik alkalmazzák is ezt a technikát, mert úgymond átadód, vagy átadódik neki, inkább ez pontosan, a helyes, hogy átadódik nekik. Nekik mi a tapasztalatuk? Vagy fog olyan meg? Hogyne. Hát jó, most, akkor szerintem ne is húzzuk az jó, időt. Nem húzzuk. Kezdjük el az első emberrel, hányan fognak megszólalni azt? Hát azért egy páran megfognak. Egyetlen percet, mert már itt készlevélben van a Katikát szeretném. Ő volt az a hölgy, aki kapott talán kétszer ilyen 10 perces kezelést távban, mert eltörte az arcsontja. Pillanat, és a bordája zúzódott, el fog mondani mindent keze, és szóval szinte hihetetlen, a röntgen is igazolta leletek. Pár nap múlva volt törés, nincs törés. Viszont azt mondtam ezeknek az illetőknek, hogy nagyon fontos, hogy igenis ezt erről beszélni kell az orvosnak is, hogy mi miért történik, mert honnan tudná az orvos azt, hogy most mitől van jobban. Mert meglepődnek nagyon sokan. Azt hallottuk, hogy az orvosok elég szkeptikusan állnak hozzá ez a kérdéshez. Úgyhogy gondolom itt is a befogadó készség az azon múlik, hogy az egyén vagy az orvos az milyen hozzáállású ehhez a kérdéshez. Voltak visszajelzések orvosoktól? Hogy nem mondják, érted Gabi, tehát ez a legnagyobb probléma, én azt mondtam, hogy igen, csak mindenki azt mondja, hogy Istenem, hát az orvosok csak néznek, hogy mitől vannak ezek a gyors javulások. De hát azt mondtam, hogy te nem mondod el, meg a másik nem mondja el, meg a harmadik, akkor mitől várják az emberek a javulást? Érted, hogy bármi változás történjen. Jó, felhívom akkor. Már is. Halló? Na, Katikám, szia! Yes. Üdvözlünk szeretettel, elég hangos? Hello! Igen. Lehet, hogy most is nem? Nem, tökéletes. Na, légy kedves, nyilatkozz már nekünk egy pár szót arról, hogy már egyáltalán arról, amikor mi megismerkedtünk. Távolod menjék? Nem, jó. Jó. Na. Hogy indult ez az egész dolog? Csak hagyd szólni. Azt Zsuzsi találkozott. Látjuk Facebookon, lájkod. Bocsánat, nagyon rossz a hang. Szakadozik a hang. Nálam? Igen. Megpróbálom lejjebb egy picit, mert túl fölvettem. Na most?
Hát nem tudom, hol a mikrofon, amivel beszélsz. Hát itt a laptop fönt. Aha, mert csak így néha megjön, néha nem, tehát ilyen szakadozva hallatszik. Na, akkor kicsit közelebb raktam. Most jobb, most sokkal jobb. Oké. Okay. Na, akkor kezdjük. Igen. Jó. Sziasztok, Kis Katalin vagyok. A Zsuzsival úgy kerültem kapcsolatba, hogy a Facebookon láttam, hogy lájkolgatták, kirogattak az ő neve alá, és akkor engem ez érdekelt, és egyik este én is írtam privát üzenetet, amire válaszolt is, és egy ilyen 1-2-3 üzenetváltás volt, és akkor eljött az ideje, lefeküdtem, és éjszaka 11:30-kor arra ébredtem föl, hogy iszonyúan fáj a fejem, ami rám nem jellemző, nagyon fájt a gyomrom, és itt a szívem körül lüktetett, de úgy, hogy majd kiszakadt minden, tehát semmivel nem lehetett ezt összehasonlítani, ezt az érzést, nem is volt hasonló előtte. Ugye 2 óra hajnal 2-ig jártáltam, nagyon-nagyon rossz érzés volt, és akkor valamennyit, olyan 3-4 órát azért csak aludtam, és akkor másnap gondolkoztam, hogy mi történt velem? Hát semmi olyat nem ettem, hogy valami bajom lett volna tőle éjszaka, nem is jellemző, hogy erre bárki fölébredjen, és akkor hát mondom, vagy hülyének néz a Zsuzsi, vagy nem, de én csak írok neki, hogy tulajdonképpen vele beszélgettem utoljára, és ilyen reakciók lettek. És akkor mondta, hogy igen, nincs ezzel probléma, adjam meg a telefonszámom, és akkor beszélgettünk, és mondta, hogy valószínű, hogy aktiválódtam ilyen nagyon hamar, aztán megkezelt ő akkor engem, amit azonnal éreztem, és majd délután 5 óra körül megszűnt minden, de addig nagyon rossz állapotban voltam, és egyre jobban belemélyedtünk ebbe az ismerkedésbe, és akkor mondtam, hogy most épp lakás eladásban vagyunk, nézegettem a házakat, és akkor hát egy éve körül próbáltuk már eladni, kevesebb sikerre, és akkor, de akkor én már most 7 ingatlanossal voltam kapcsolatban, és akkor mondta a Zsuzsi, hogy na figyelj Katika, 1-2 héten belül fog változás történni, ő arra ráfókuszált, és hát egy olyan jó hét, másfél hét után megjött a vevő. És el is adtátok a lakást? Már el is költöztünk, igen. Na, egyébként te honnan vagy, hogy a nézőkbe tudják? Én Rákoskeresztúról vagyok, mert ide költöztünk, a 9. kerületből Budapestről. Aha, jó. Egyéb? Te tudod még, hogy mi történt, Zsuzsa? Hát még a csoportos távban vettél részt, Katika, te is. Az is teljesen úgy éreztem, mintha ott lett volna mellettem, tehát teljesen én zsiborgott mindenem, a lábamtól. Tehát ahogy a kezét ő simogatta, hajlítgatta, én ezt éreztem. És nagyon jól. Így van, és te is ugye voltál nálam, utána részt vettél egy oktatáson, és te is kipróbáltad. Igen. Távban is, ugye, Katika? Igen. Távban tudtam jobban többször kipróbálni, ami nagyon, nagyon jól működik. Egy 400 kilométerre lévő kis ismerősöm, hát pánikbeteg, meg nagyon-nagyon sokféle problémája van, és hát tehát először is nem mondtam neki, csak annyit, hogy figyelj ide, feküdj le, adj nekem 15 percet, és akkor majd utána beszélünk, hogy mit éreztél. És akkor mondtam, írtam neki, hogy most végeztem, és azt mondta, hogy hú, Kati, van ilyen, létezik ilyen, azt mondja, azt éreztem, ott állsz fölöttem, és ott kezelsz, úristen, tehát nem győzött észhez térni, hogy micsoda dolgokat érzett ő ezzel kapcsolatban, azt mondja, mosolygott, olyan jó kedve van, tehát a pánikbetegség nagyon távol kerül tőle ezek után. A második alkalommal is az egyik pánik rohamánál becsípődött, vagy valahogy meghúzódott egy izom, vagy egy ina a torkában. A második kezelésnél ez kijött, és akkor mondta, hogy most már tud nyelni, inni, enni, ami nagyon, nagyon akadályozta eddig ebben a dologban, és hát nagyon a harmadik kezelés után nagyon-nagyon pozitív tapasztalatai lettek. Így van, köszönjük. Tehát Katika, ennek ugye egy a lényege, ők megkapják ugyanezt a rezgést, ugyanúgy tudnak dolgozni vele utána, úgymond idézőjelbe, és ugyanúgy el tudják érni azokat az eredményeket, amiket én.
Érted? Igen. Tehát ez a lényege. Igen, a teremtés is elég jól működik. Igen. És a költözéssel voltak ilyen kis koordinációs problémák, amit az egyik szolgáltató kért, és azt mondta, hogy 100 000 forint, ő úgy gondolja, és akkor én meg úgy gondoltam, hogy ennek nem így kellene, hogy működjön, és körülbelül 2 nap eltelt, és akkor fölhívtak engem teljesen normális hangnemben, hogy természetesen ingyenes, nincs semmiféle költsége, meg is oldódott ez a dolog menet közben, úgyhogy nagyon perfekt. Tehát gyakorlatilag az a lényeg, hogy irányítani tud az ember ezekkel az energiákkal, a gondolatai, érzelmei és megfelelő rezgésszint által te kerülsz fölénybe a saját elképzeléseid megvalósításával. Így van, Katika, erről van szó. Köszönjük szépen, mert köszönjük. Megyünk tovább. Köszi szépen, további kellemes napot neked. Szia! Hello. Jó, a következő... Lesz az Anikó, ő kin van Angliában, szintén Skype-on, most hívnám, és akkor őt is megkérem, hogy mesélje majd el a történetet, neki az anyukáját is kezeltem egyébként. Halló! Halló, halló! Na, szia Anikó, üdvözlünk szeretettel! Én is szeretettel köszöntelek benneteket! Szia! Jól hallasz bennünket, ugye? Igen, remekül is, jól is látom. Oké, jó! Na, akkor te kim vagy most éppen Angliában, meg hát úgy is ismerkedtünk meg itt Skype-on keresztül. Egy pár szót mondj már nekünk arról, hogy egyáltalán hogy ismertük meg egymást, ugye anyukádon keresztül, mi történt, te is részt vettél ugye a csoportos távban, és hol ültél akkor, hol voltál, mit tapasztaltál, milyen változást éreztél a ezek a távkezelések után, úgyhogy erről légy kedves, egy pár szó. Akkor kezdem az elején, hát ugye Fekete Anikó vagyok, 32 éves, közel 2 éve Angliában dolgozom, vendéglátás területén is, hát aki valaki kipróbálta a vendéglátást vagy a kereskedelmet, azt tudja, hogy ez fizikailag ugye elég nehéz tud lenni, és hát nem fér is fáradtsággal jár. Édesanyám találkozott a Zsuzsával először, Facebookon keresztül ismerkedtek meg, és édesanyám tapasztalta meg először ezeket az energiákat távkezelés útján. Aztán, mivel a szüleimmel napi szintű kapcsolatban vagyunk, ez ugye hamar kiderült, és mivel én is hiszek ezekben a dolgokban, ezt szerettem volna minél hamarabb kipróbálni. Első körben azért, mert ez a sok fizikai megterhelés, ez elég nagy lábfájással és fejfájással járt, amit szerettem volna megszüntetni, vagy legalábbis a fájdalmat ilyen módon csillapítani. És hát, ha jól tudom, akkor július közepén találkoztunk először, és vettük fel a kapcsolatot Skype-on keresztül, és azt követően meg is kaptam ezt a 3-as távkezelést, ami azt eredményezte, hogy az első 3 kezelést követően ez a fejfájós érzés, ez kicsit felerősödött, és ugye értetlenül láttam a dolog előtt, de aztán ezek szépen elmúltak és megszűntek, úgyhogy mondhatom, hogy a 3-as kezelést követően ezek a fájdalmak 1-2 héten belül el is múltak. Aztán, hát még ugye hozzá kell tenni, hogy édesanyámnak is megszűntek ezek a bizonyos hőhullámai, kerestem azt ott hozzá, illetve ő azóta el is végezte már ezt a tanfolyamot, és hát számunkra legalábbis itt a 4. távközelés volt a legemlékezetesebb, mert ez konkrétan tényleg egy vízpadon, egy kis padon ülve, ahol járda volt előttem, és járók előtt közlekedtek, ott sikerült megtapasztalnom. Hát ez csoportos volt, tudod, mikor meghirdettem, hogy egyszerre legyetek 50-en, 30-an, nem tudom mennyien voltatok, de nagyon sokat. Ezt a honlapon nyilatkoznak is az emberek, hogy miket tapasztaltak. Igen? Akkor légy kedves? Tehát a vízparton... Van, igen, bocsánat, egy szabadba vágok. Tulajdonképpen ott volt legelőször érzékelhető az, hogy nem csak energiákat éreztem, meg nem csak ezt a hűvös szellős érzést, amit a legtöbben azért el is mondanak, hanem itt én színeket is érzékeltem, úgy a kezelés közepéig sikerült teljesen ellazulnom, és a kezelés elején egy ilyen narancssárga érzés, a közepén egy ilyen rózsaszínes, a végén pedig egy ilyen kék érzet jelent meg. Mondhatom, hogy a teljes kezelés fájdalommentes volt, picit a fülemnél éreztem kisebb nyomást, és hát az egész úgy fejeződött, de hogy így úgy konstatáltam, hogy na most itt a teljes szénmonoxidot, ami egy szervezetben vagy egy testben keletkezhet, az most így kivonódott, és
teljesen tiszta és oxigént töltötte fel a testemet, úgyhogy konklúziója számomra, hogy tényleg tök mindegy, hogy az ember ezt most fekve, ülve vagy fejen állva tapasztalja meg, ezek az energiák működnek, akár közel, akár távol, és igazából én csak jót tudok erről mondani, és hát a távlati, illetve mondhatom, a közeli tervek között szerepel az, hogy én is megtanuljam ezt az energiát úgymond használni, úgy a saját gyógyulásom, mint majd a később egy másik gyógyulása érdekében. Illetve a saját életed, meg mindegyünk életének megteremtése céljából. A pozitív megteremtései céljából. Így van. Na, köszönöm szépen, Anikó, úgyhogy további kellemes napot. Köszönöm szépen. Szia. Köszönöm, szia. Szia. Igen. Halló. Szia! Szia, Évike! Gyere, mert már képet tudnál-e, hogy lássuk? Itt vagyok. Na, szia, Évike! Sziasztok! Na, üdvözlünk szeretettel! Egy pár szót, légy kedves, mondj már te is itt a csoportos ugye, távkezeléssel kapcsolatban, hogy ugye te is abban a 20 percben ugyanúgy feküdtél, miközben küldtem felétek ezt az energiát. Igen. És meg, hogy hát ugye mi már találkoztunk egyszer személyesen, és neked a válfájásod volt elsősorban, ami évek óta nem akart ugye megszűnni, Évike. Így van. És már ami az is megszűnt. Plusz egy pár szót légy szíves a csoportosról, meg hát neked is voltak azért itt kezelések alatt egy-két különleges élményed azért volt, így van? Igen. Arról is meséljek, amit láttam. Meséld el, amit igen. Láttál, légy szíves. Meséld el, nagyon érdekes. Én voltam személyesen a Zsuzsánál, akkor volt az, amit láttam, és akkor ugye kezével fölöttem ezt a gyógyítást adta, akkor állandóan horgott a gyomrom, azt éreztem, meg mintha le lett volna betonozva a kezem, szóval éreztem az energiát. De ami nagyon érdekes volt, éppen Zsuzsára gondoltam, mert előtte beszélgettünk már, hogy szeretne Szent Lászlóra menni lakni, és elmagyarázta, hogy az erdő szélén lesz a ház, amit, ahová majd építkezni akarok, meg legyen, és előtte két ház van körülbelül, ami kicsit olyan távolabb van. És azt nem beszéltük, hogy milyen az út, vagy ilyesmi, csak én mikor adta ezt az energiát nekem. Egyszerűen, ahogy rágondoltam és arra a házra, akkor láttam, hogy ahogy menni hozzá, elágazik az út. És azt láttam, hogy egy kereszt beleesik a porba, az elágazásnál. És akkor úgy kurcsálottam, aztán még egyszer láttam, egy kicsit ilyen fényes kereszt, olyan nagyobb. Akkor megint bele, és akkor megkérdeztem magamban, mert nem akartam felkelni, csak kérdeztem magam, hogy mi ez. És akkor még egyszer megtörtént, hogy megint láttam, hogy fényes keresztet a felágazásnál. Utána beszélgettünk erről, de igazából nem tudom, mi az értelme. A kezelések voltak, még volt itt is, a szobából bementem lefeküdni, akkor meg voltam nyugodva, csak lefeküdtem, és akkora szívdobogás volt rajta, mintha körülbelül futásból jöttem volna vissza. Ez tartott vagy 5 percig, úgy elmúlt, megint, úgy 5 percig tartott. Aztán figyeltem megint magam később, vagy pár percre, két kezem a könyökömtől, mind a két kezem, ott éreztem magam mellett, ott volt, és azt éreztem, hogy nagyon hideg, és mintha le lenne betonozva, és oda is pillantottam, és megfogtam így a takarót. De nem semmi szó, ott volt a kezem, mert utána azt éreztem, mintha így emelkednék. Igen, tehát különleges érzetek. Nagyon különleges volt. Egészségügyi probléma volt-e, és következett-e be valami javulás? Erről egy pár szót, hogyha tudnál mondani. Az egészségügyi probléma, a vállam fájt nagyon rettenetesen, és szúrt a hátamba, azt hiszem a szívem, vagy ilyesmi. De aztán voltam a Zsuzsánál, és az elmúlt. Utána volt még egy, szóval én 3 kezelésen voltam tulajdonképpen. De távban volt 2, és 1 a személyesen.
És teljesen megszűnt, úgyhogy nagyon jól érzem magam. Köszönöm. Szuper. Köszönjük szépen, Érike. Nagyon szívesen. Kellemes napot neked. Nektek is viszont. Szia. Na, még talán egy hölgyet, ha tudnánk itt. Jó. A Katát, és akkor már nincs itt. Nem baj. Halló? Halló, Marikám, én vagyok Val. Na, Marikám, szia, édes, már nem tudtuk, hogy hogy mi van. Itt. Na, légy kedves, itt vagyunk Gáborra. Ezért sokkal jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Hallani minket teljes mértékben? Lehet hallani, csak nagyon vízhangzik, szerintem. Igen, mert ez a terem, ez ilyen, hogy egy picit vízhangzós. Jaj, jó van. No. Na. Marikám, pár szót mondjál már, légy szíves, hogy ugye, hogy ismerkedtünk mi meg ugye távgyógyításban vettél részt többször, a csoportosban is, egyénileg is, ugye mikor legelőször felhívtál engem telefonon, bevallom, ugye nem is értettem sajnos szinte semmit. Igen. A beszédedből, ugye agyvérzés, ezt beszéltük, hogy az volt a probléma, és ez egy pár héttel ezelőtt történt, ugye, és most már viszont gyönyörűen mondjál már pár szót, hogy... Hát igen, na elmondanám, hogy én nekem az 5 éve, hogy le van a jobbkarom meg a lábom, tehát nem bénulva, hanem az üregszál meg a zsizom le van nekem szabadba. És akkor én láttam a Facebookon az interjút, az a videót, amint Zsuzsába kint, én azt megnéztem, és akkor úgy ismertem meg Zsuzsát, aztán Facebookon bejelöltem, és ez visszajelölt ott voltam telefonszáma, én úgy felhívtam előtt, hogy úgy kértem tőle segítséget, és akkor távgyógyításba küldte nekem a segítséget, és tehát én nekem a beszédem az sokat javult, mert Zsuzsa nem értette, hogy mit mondok, és akkor mindegy, segített rajtam, és az első, tehát kaptam, hogy 6-7 kezelést, meg a csoportterápián ugye távolításban részt vettem, és akkor, hát én nem vettem magamon észre, ahogy a beszédem, hogy sokat javult, és akkor idejenek meg. Tehát ennek Zsuzsa is mondta, hogy hát, hogy sokat javult, és akkor idejenek mondták, hogy javult a beszédem. Na, nem csak a beszédem javult, én, hogy kaptam az energiát, akkor itt azt vettem, hogy egy pár, hát 3-4 kezelés után, vagy 5-5 után, vagy nem tudom már, nem tudom, hogy hány kezelés után, csak a kezem, tehát a kezemet nem tudtam a testemtől odébb emelni, hogy tehát annyi erő nem volt benne, hogy én a holomon rá be tudjak szólni, hanem mindig ki kellett nekem támasztani, hogyha zuhanyoztam, vagy ha hát szóval mindig így kellett, és akkor észrevettem, tehát a kezelés után, hogy nekem ez is változott, tehát magától szépen fel tudom emelni a kezemet, hogy így tudom vakni a testemtől, már most nincs hozzászabítva, tehát hogy most már külön, vagy külön, tehát hogy mondjam, külön mozom most, tehát nincs a testemhez szabítva. Aztán, hogy továbbhoztam a kezelést, akkor utána, hogy a nagy lábújjam mellett lévő lábújjam, mióta ez az izomgyengeség vagy gyertyaparázs nekem van, de hogy görbülve a lábújja, ez is ugye kiegyenlődött. És akkor én úgy szoktam mindig, hogy látom a kérdés segítséget, szoktam is kapni, mert amúgy is szokott nekem vagy Facebookon írni, vagy telefonon szól, hogy most gyógyítani fog máskor, és akkor kapok én is kezelést, én szoktam kérni. Tehát éjjel is, nappal is összör, hogy nem tudom, hogy milyen, hogy hangzik ebben, hát lehet, hogy kinevetnek vele, hogy ez megtörtént. Én nekem, tehát én úgy jól megnéztem, tehát én nekem olyan, mint mikor beszélek vele, hogy mintha már nagyon régóta ismerném, és hogy
hogyha lehonyom a szemem, én úgy szoktam gyógyító energiát kérni tőle, lehonyom a szemem, nekem ezt megjelni Zsuzsa, és én tőle kérem a gyógyító energiát. És mit az Isten, pár pillanat, vagy pár perc, vagy pár másodperc múlva érzem, hogy jön az energia. Tehát ez éjjel-nappal működik. Úgyhogy nem tudom, most teszik. Igen, igen, köszönjük, drága Marika, fantasztikus dolgok ezek. Hát te voltál az egyik, aki ezt mondtad nekem, de nekem még írták ezt egy páron, hogy miután megtörtént ugye ez a csoportos távkezelés, utána szerették volna még ezt az energiát érezni, és lefeküdtek otthon, és akkor kérték, hogy ezt kapják, amit én, de mindjárt most nem tudom ezt máshogy mondani, rajtam keresztül, úgyhogy Marika, drága, nagyon szépen köszönjük a nyilatkozatodat. Köszönjük szépen. Köszönjük, és további kellemes napot kívánunk neked. Jó? Köszönöm, és szeretnék is üzlöm, kívánom, és további jó munkát. Köszönjük szépen. Szia, Marika. Szia. Igen, akkor még egy hölgyet, ha 3-7-kor szeretnék még valakit felhívni telefonon, ha sikerül, és talán még egy hölgy. Hello? Hello? Na, szia, Anna! Na, hallasz bennünket jól? Igen. Na, üdvözlünk, szeretettel néhány szót, légy kedves, mondj már nekünk a megismerkedésünkről, meg a csoportos távkezelésről. Te is részt vettél benne, ugye? Igen. Ki tudja, 25-nek, vagy 30-nak, vagy nem tudom, hanyadiknak. Hogy érzékelted ezt az energiát? Mit éreztél, mikor küldtem irányatokba? Csak pár szóban érted, hogy érezted-e, és ugye részt vettél nálam is online-ba. Mit csináltunk, egy kis átadás, ugye? Átadtam a kezedbe online a dolgokat. Igen. Jó, mondd el, légy szíves, jó? Hát én Facebookon találtam rád. Nagyon régóta kerestem egy ilyen módszert, én nem is tudtam egyébként, hogy ez miről szól. Aztán elmentem, és hát részt vettem a te online tanfolyamodon. Hát csak csodákat tudok mesélni róla igazából. Azonnal érezhető volt. Volt valami egészségi problémád esetleg, ami miatt úgy gondoltad, hogy erre szükséged van? Nekem van, igen. Hát ez még sajnos még most sem múlt el, de dolgozom rajta, igen. Tehát én ezért túltam el ezen az úton. Látjuk a piszulítő, kicsoda? A kisfiam, a nagyobbik fiam. Aha. Szia! 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 Értem. Eddig, tehát, és javulást tapasztaltál, vagy valami érzést tapasztaltál ezzel kapcsolatban, hogy megtörtént, vagy nem tudom, hogy mit kell erről mondani. A távkezeléssel kapcsolatban? Igen. Hát érezted, mikor volt a csoport, érezted az energiát, egy-két érzést esetleg, hogy mi volt az? Lehet érezni rögtön, ahogy elkezdődik, azt is lehet érezni, mikor van vége, tehát nagyon pontosan lehet érzékelni. Olyan, mintha az embert úgy belenyomnák az ágyba. Rögtön egy ilyen érzés, meg mindig érzem, hogy hol jár éppen a kezed. Tehát a bizsergés, a melegség, vagy éppen a borzongás, az mindig ott van. De egyébként ez milyen fantasztikus, nem? Anna, hogy meg Gábornak is mondom, hogy tehát, hogy annyira tudják a résztvevők azt, hogyha most 16:58-kor küldöm feléjük, akkor tudják, hogy 16:58-kor. Így van, Anna? Igen. Tehát, hogy ennyire persze pontosan érzitek azt, hogy mikor indul el ez az energia irányotokban, és azt is, hogy mikor ér véget. És hát ugye semmi probléma nem volt ebből, hogy Skype-oni felnyújtottad a kezedet nekem, ugye? És akkor én pedig csináltam ezeket a mozdulatokat, és mondtam, hogy Anna, érzed most, hogy mit érzel a kezedben? Ugye, hogy így volt? Igen? Igen, és bizsergett, úgy egészen a könyökömig éreztem, meg elnehezedett az egész félkarom.
pedig így csináltuk. Igen. Tehát én mondtam, hogy most érez, ahogy teszem bele a kezedbe az energiát, és ugye érezted. Így van? Te csak öngyógyulásra kéred ezt az energiát, hogy használod is ezt a... Én használom is rendszeresen, azóta minden nap szinte. Magadon használod, vagy pedig másokon? Magadon is, és másokon is, igen. Kisgyermekednek meséld el azt a sztorit, jó? Gyorsan. Ő felre esett a betonra, egy olyan fél méterről, és szétnyílt a bőr rajta, és azonnal elkezdtem kezelni. Hát nagyon fájt neki, lehetett látni, hogy kezelés közben is fáj, ugye hát ezzel is együtt szokott járni. A fájdalom az egy olyan 2 perc alatt elmúlt neki. Én is csodálkoztam, hogy hihetetlen. A sebe pedig már 3 nap után semmi nyoma nem volt. És ez most történt, ugye? Miután elvégezted ugye mi másfél hete adtam át neked Skype-on, keresztül ezeket az energiákat, utána történt a gyermekkel, és rögtön elkezdted rajta használni, és ilyen csodálatos dolog történt. Így van? Igen. Plusz, amit még ugye tapasztaltál, ezt mondd már el, csak nagy vonalakban nem kell konkrétan, mi volt az eset, de ugye beszéltük, hogy a teremtés hogy megy, ugye, hogy szinte csak átsuhan semlegesen az a gondolat, ugye, amit szeretnénk, hogy megnyilvánuljon a fizikai valóságban, és hát ugye írtad, hogy Zsuzsi, hát tényleg szinte fantasztikus, hogy gondoltál valamire, és ugye eddig ez nem történt még meg így, ahogy szeretted volna, és ugye hát egyszer most csak megtörtént. Így van? Ami... így van? Csak mondjad akkor, de jó. Már amennyit el akarsz szeretni. Amennyit el szeretnél esetleg. Nem kell konkrétan, csak hogy volt ilyen dolog. Én konkrétan igazából nem is tudnék. Annyi, hogy... Megszakadt. Nem baj. No. Na, megszakadtunk. Itt igen. Gyere, megszakadtunk, nem baj. Energiák, az ilyeneket csináltam, már megszoktam. Igen? Szóval meg is hallott, de? Pont fiasztam. Tehát így konkrétan nem tudok mit, most így nem jut eszembe, de azt tudom, hogy eddig is működött nálam, csak nem ilyen gyorsan. Tehát most már konkrétan olyan annyira működik, hogy kigondolok valamit, van, hogy nem is figyelek föl rá, és utána meg is történik. Vagy gondolok valaki, és azonnal felhív, vagy keres interneten, vagy bárhogy. Tehát ilyen... Igen, tehát eddig ez nem volt, és most miáltal egy ilyen nagyon nagy... és kaptatok, ezáltal nálatok is felgyorsultak. Jó. Engedjük a srácokkal, már látjuk, hogy már nagyon türelmetlenek ott mellett. Hát köszönjük, hogy itt voltál velünk. Hát te haragudjatok! Semmi! Így van, köszönjük szépen, további szép estét! Szia! Jó, tehát ez a következő. Még talán egy valakit, ha sikerülne megszólaltatnunk, ő a kórházban lévő úrnak a felesége. Szeretném megiratkozni, mert ezért nála döbbenetes, szinte... Hát... Hello! Szia, Zsuzsa! Na, szia, Erzsike, drága! Itt vagyunk Gáborral kettesben, és üdvözlünk szeretettel, és hát szeretnénk, hogyha egy pár mondatban elmesélnéd nekünk, meg itt a nézőknek, hogy hát, hogy is találtál rám, és hát mi volt az a... Azt már tudjuk, mert mindenki elmondja, hogy internet, Facebook, inkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi volt a hatás, mi történt át a történetre. Hát szép jó estét kívánok mindenkinek. Ez a fém mesetranszplantáción esett át másodízben, és volt egy komoly kilöködési veszélye, tehát kilöködési folyamat, ami ellen keményen kellett kezelni, és ennek a következtében kapott egy tüdőgyulladást, ami kétoldali tüdőgyulladás lett, és hát köztudott, hogy ez nagyon súlyos, mert akkor nem lehet gyengíteni az immunrendszert tovább, hanem erősíteni kell, kilöködhet a vese, meg elsősorban az életét kellett küzdeni, és hát a félő volt, hogy a veséjét elveszti, az új transzplantált veséjét, illetve hát azért a kétoldali tüdőjú, tehát oxigénre volt szüksége, meg egyébre, és akkor
én végső elkeseredés szemben fölhívtam a Zsuzsát, hogy segítsen, és a következő nap az én férjem, akire oxigénre volt szüksége, már mosolygott, a két nap múlva fölkelt szétált, és szép lassan tünetmentes, nem tünetmentes, mert azért a pulzs megmaradt, tehát ugye szép lassan kijött ebből. Na jó, persze, hogy az orvosok is tették a dolgukat, de a legnagyobb csoda az, hogy a vese megmaradt. Tehát a veszélyt nem vesztett el, annak ellenére, hogy ugye nem kapta az immungyöngítő kezeléseket, mivel hát az ártott volna a tüdőnek. Igen, na most ugye a tüdőgyulladást azt a gyógyszerek mellékhatása okozta, ugye Erzsike? Az az immungyengítő gyógyszer, hát amit kapott, és ugye hát valóban már alig kapott levegőt, mert nem tudott felkelni. Amikor te este 9 órakor telefonáltál nekem, én gyorsan adtam neki egy 10 perces távkezelést, és ugye másnapra már sokkal jobban vette a levegőt, és akkor azt hiszem, hogy tényleg már a harmadik nap, ugye Erzsike? Igen, akkor fölkelt, igen. És előtte szinte mondta nekem Laci, a férjed, hogy hát nem tudott hetekig mozdulni se az ágyból. Így van? De ez nagyon hirtelen jött. Nagyon hirtelen jött ez a dolog. Nem, hát ez két hete, tehát transzplantáció után olyan 2 hétre kapta meg ezt a tüdőgyulladást, ugye a vese megtartó kezelés következménye, hogy annyira padlóra került az immunrendszer. Tehát 2-3 nap volt ilyen nagyon rosszul, amikor én téged megtaláltalak, és akkor a segítségeddel kijött, vagy hát sokkal jobban lett. Az orvosok mit mondanak egyébként? Mert nyilván az orvosok azért szkeptikusak ebben a témában. Hát én ezt az igazság, hogy nem közöltem egy orvossal se, ők is tették a dolgukat, csak azt látom, hogy örültek, és ők is csodának érték meg azt, hogy megmenekült a veséje, és hogy túlélte ezt a kétoldali gombás tüdőgyulladást. Látom az örömöt rajtuk. Hát nagyon jó fölépülést kívánok akkor a kedves férjének. Hát köszönöm szépen, hát remélem, hogy hamarosan hazamehetünk. Hát hogyha most már nehezén túl van, akkor nyilvánvaló, hogy akkor már jobb válik az állapot. Így van, és én elég azóta is kérem én a Zsuzsa segítségét, hogyha látom, hogy egy kicsit imog abban a pillanatban, de hát én úgy érzem, hogy nagyon sokat segített, és hát köszönöm is neki. És ezt a kapcsolat? Jó, nem, ezt az energetikai gyógyászatot nem tetszett megtanulni, vagy alkalmazni, vagy nem, nincs ezt ebben? Nézze Gábor, én itt vagyok mellette, naponta 2-szer bent vagyok nála a klinikán, én még ezzel nem tudtam foglalkozni. Világos. Tehát most én nekem egy kicsit a lelkét kell építgetni, de megbeszéltük a Zsuzsával, hogy ahogy hazamegyünk, rendeződnek a dolgaink. Én vissza fogok jönni, egyébként én vidéken lakom, tehát 270 km-re Budapesttől. Vissza fogok jönni, és meg fogom tanulni, mert nagyon érdekel, ha képes vagyok elsajátítani. Biztos. Ha miért ne lennél? Mindenki képesen. Jó, hát nagyon szépen köszönjük ezt a beszámolót. Na, köszi szépen, Erzsike. Nagyon szívesen. És további jó egészséget. Köszönöm. Na, beszélünk. Szia, Erzsike. Szia, szia. Szia. Igen, szóval az az igazság, Gábor, hogy valóban döbbenet ez embereknek is, tehát nem tudják elképzelni, hogy akkor hogy van lesz, hogy ennyire gyorsan. Volt most itt egy másik hölgy is, aki megkért rá, hogy a fiát kezeljen távol, mert nem volt tudatánál. És 3 nap múlva ott lett, és remekül van. Tehát ez lenne még ugye, ami nagyon fontos lenne, hogy ezek az emberek, akiknek a hozzátartozója tényleg ott van kórházban, ezt valóban mondja el az orvosoknak akkor, mert tényleg nem tudunk így előre jutni. De hát az igazság, hogy be se kellene, hogy jusson oda. Tehát hogyha már ezt egyre többen fogják tudni használni, és tényleg használják, úgy, ahogy elmondom. Hát látod, tehát itt szombaton megkapja ezt az energiát. Elmondom, hogy mit kell neki csinálni,
és látod, SOS-ből rögtön két nap múlva már tudja alkalmazni. Hát, az ideális az lenne, hogyha minél többen alkalmaznak ezt, mert azért a világot nem tudom meggyógyítani. Hát pontosan. Hát természetesen. Érzelben naponta 60 főhívnának, hogy most ide segíts, oda segíts, ahol segíts. Tehát inkább az lenne a cél, hogy ez az energia, ez osztódjon, vagy ez a tudás, ez osztódjon, és mások is tudják ezt alkalmazni. Így van, de hát nekem egyrészt ez is a célom, érted? Másrészt persze, ha most szükséges, lefeküdhet itt bármennyi ember egy időben, tudom. Igen. De azért itt az a cél, hogy szinte minden családba kellene, hogy egy ilyen valaki legyen, aki gyorsan el tudja látni a másikat, ha bármi ilyen van. Mert most látod a hölgynek is, ugye be kellett engem kérni erre, holott, ha ő ezt már tudja, úgy, mint az Anna is, egy az ember, bármi történik a gyerekkel, már csinálja is, és kész. Volt fájás, nincs fájás, pár nap alatt rendben jön. Jó. Lassan egy órája beszélünk. Szerintem hasznos volt ez, hogy itt hát igen, legalább 6-6-as sikerült beszélni. És ketten telefonon. Így van. És ugye folytatjuk, gondolom. Természetesen fogjuk folytatni. Ugye elsősorban még tudom, hogy itt mindenki leragad a gyógyítási részénél, bár akik most már kezdik így érteni, inkább, mint ahogy azért Anna is említette, a telepatikus és a teremtés megvalósulását, megnyilvánulását, hogy valójában ez a végcél. Ja, illetve a egy hármas összefüggés. Ez a következő nem cél. Tudod, hogy milyen végcél, mert itt bármi jöhet, így van. Na de az, hogy ez az energia azért van, hogy mi tudjuk irányítani. Konkrét eseményeket tudjunk vele irányítani, konkrét történéseket. Úgyhogy ha ezt megértik az emberek, ezt szeretnénk velük megértetni. És a gondolkodás nagyon fontos. Pontosan. Tehát, hogy minden energia, minden rezgés, tehát az a világ nézet, amit eddig vallottunk, ez itt van, megdől, és hát ez alá is van támasztva most már tudományosan is. De hát ez sokkal többről szól, mint maga a tudomány. Szerintem ez jó végszerű, úgyhogy köszönjük szépen a nézőknek is, hogy végignéztek, és akkor megtalálunk téged tovább is a Facebookon, illetve aki nem használ Facebookot, ő... Ő tud keresni telefonon, honlapom... Elmondjuk a telefonszámot? Persze, mindent. Mondd a telefonszámot. A telefonszám az 0670-es 36-08-660. Ezzel a telefonon mindig elérnek, egy üzenetet hagyhatnak. Facebookon, aki esetleg nem, de én szerintem azért Facebookoznak itt nagyon sokan. Van egy új csoportomnak a neve, gyógyító, teremtő, csillagenergia. Csillagenergiának neveztem el ezt az energiát, mert ugye ez több épp ezért, hogy gyógyít és teremt. Illetve van még az isteni őserő, gyógyítás, teremtés. Ebben a két csoporthoz lehet jelentkezni, minden információt megtalálnak. Most már kezdem egy-két héten belül online is az oktatást, meg konferencia agyaránt. Ez sokkal egyszerűbb lesz, mint azt nagyon sokan hinnék. Egyszerűen e-mail címmel kell majd jelentkezni, és küldöm neki e-mailbe az információt, semmi jelszóval belép, és így fog látni élőben, és tudunk közösen beszélgetni, több százon is akár. Tehát ez egy fantasztikus csodálatos. Köszönjük szépen, és folytatjuk. Köszönöm szépen én is.